Visszakapni a régi életünket? Mindannyian nagyon belefáradtunk ebbe a koronavírusos egy évbe. A szájmaszkba, a korlátozásokba, a rémisztő hírekbe, a szorongásainkba és az együttérző gyászainkba. Elegünk van a falakból, amik elválasztanak minket egymástól, az életterüntől és az álmainktól. Vissza akarjuk kapni a régi életünket. Mielőbb szeretnénk ott folytatni, ahol abba hagytuk és mi hamarabb el akarjuk feledni ezt az egész rémámot, mintha meg sem történt volna. Pedig bizony megtörtént. Ez a borzasztóan nehéz év is az életünk része. Hozzánk tartozik a miénk. Nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna. Mert történt. Ugyanakkor ez esetben is igaz, hogy nem az a fontos az életünkben, hogy mi történik velünk, hanem hogy mit kezdünk azzal, ami történik velünk. Kidobni a nehezet, a fájdalmat az életünkből? vagy inkább elcsendesedni, és azt kérdezgetni, mit is akar mindezt tanítani nekünk. Ebben az évben túl sokszor megszaggatta a szívemet a gyászhír. Hogy már a viradóan mennyien haltak meg hazánkban, köztük szeretett nagyszülők, életerős fiatalok, több gyermekes kismamák, és hogy a nagyvilágban mennyien, azt már hallgatni sem tudnám. Szeretett kolléga, közeli jóbarát, akikért heteken át remegett a szívünk, és kulcsolódott közös imára a kezünk, és mégis elmentek. Nincsenek szavaink, csak fájdalmunk és könnyeink. A gyász, miközben lesújt, rádöbbent. Az élet nem magától értetődő, nem természetes. Hogy élek, hogy élhetek, az nem automatikusan jár nekem. Hiszen a vírus nem válogatott öreg vagy fiatal, gazdag vagy szegény híres, vagy egyszerű, hívő vagy nem hívő, jó vagy rossz ember között. Egy biztos, akik meghaltak, egy hajszállal sem voltak rosszabbak, érdemtelenebbek az életre, mint te vagy én. Ők mégis meghaltak, de te és én élünk. Te és én innentől kezdve minden nap ajándék életet élünk. És ezt az ajándék életet mi semmivel sem érdemeltük ki. Ajándékba kaptuk, hogy éljünk az ajándék életünkkel. Hogy a mindig itt és mostban megéljük az ajándék életünket. Hogy jól éljük meg az ajándék életünket. Azaz, hogy minden egyes nap, reggel, délben, este tudatosan szívvel és lélekkel értékeljük, megbecsüljük, hálát adjunk érte. Hálát Istennek a magunk életéért és a szeretteink létéért. Értékelni az életet, azaz értékként tekinteni rá. Istentől kapott értékként. És ha már Istentől kaptuk, visszakaptuk az életünket, érdemes Istenben elcsendesednünk, hogy értegesse a szívünk, mi végre is kaptuk vissza az életünket. Ez a világkatasztrófa remélhetően átírta az emberiség értékrendjét. Ma már nem az a fontos, ami tegnap fontos volt. Ma már nem az az érték, mint egy éve. Ami korábban természetesnek tűnt, az ma már felbecsülhetetlen ajándék ha majd újból találkozhatunk az egész nagy családunkkal, és együtt ülhetjük körbe a nagy családi asztalt. Ha majd újból megölelhetjük egymást a templomajtóban, és nem csak egymás ragyogó szemének, de szájának mosolyát is láthatjuk. Ha majd tudsz rácsodálkozni, hogy neked él a házastársad, az édesanyád, az édesapád, a gyereked. Ha majd megrendültségünkben tudunk azon sírni, hogy hogyan lehetséges az, hogy mi élhetünk, ha majd az életfeletti örömödben kebledre öleled az egész világot, megbocsátasz az ellened védkezőnek. Észreveszed a tőled jó szóra, szeretetre vágyót. Megbecsülöd és szereted nem csak magadat, de a fele barátodat is. Nem csak fele barátodat, de magadat is. Minden új napunkat akár köszönthetjük Turmezei Erzsébet versoraival. Jó reggelt, Uram Jézus! Jó reggelt, öröm! Jó reggelt, békesség! Jó reggelt, kegyelem! Tényleg el akarjuk feledni ezt az egész koronavírusos rémámot? Ne elfelejteni akarjuk, hanem felfejteni a benne rejlő tanítást, és mostantól a szerint értékelni, élni az élnivaló életet. És tényleg ott szeretnénk folytatni az életünket, ahol abba hagytuk? Ott? És mi lesz akkor mindazzal az értékkel, amit azóta, ebben a nehéz évben fedeztünk fel? nem az egy évvel ezelőtti kell folytassuk az életünket, miközben elsikkasztjuk, eltékozoljuk a fájdalomba becsomagolt ajándékainkat, hanem mindezt integrálva, a valóságos jelenünkből kilépve, az elmúlt évünktől meggazdagodva léphetünk be életünk egyik új szakaszába. És valóban a régi életünket akarjuk visszakapni? A régit, azt az életet, ahol minden olyan természetesnek, magától értetődőnek tűnt, ahol még azt hittük, hogy nekünk jár az élet? Én nem szeretném már ezt a régi életemet visszakapni. Én már nagyon tudok örülni ennek az új életemnek. Annak az új életemnek, ami tud valóban örülni az életnek, ami tudja értékelni és megbecsülni nem csak a maga, de a szerettei és mindenki más életét. Az életet. Isten és a bibliai báruk beszélgetése foglalja össze, világítja beszámomra leginkább az itt leírt gondolatokat. Báruk, Jeremiás próféta íródeákja, egy háborús, éhénységgel és járványokkal teli időszakban így panaszkodott. Jaj nekem, mert az úr bánattal tetézte fájdalmamat. Elfáradtam fohászkodásomban, és nyugalmat nem találok. Mire Isten, megláttatja bárukkal az egész világot érintő nagy veszedelmet, halált és pusztulást. Majd mindezek után ezt kérdi tőle. És neked nagy kívánságaid vannak. Ne legyenek. De a te lelkedet, életedet zsákmányul ajándékul adom néked. Bárhová is mégy.